Na hello, sziasztok! Amint látjátok, pont itt vagyunk, ahol legutóbb abba hagytuk, akkor 25-e volt karácsony, ma elseje van új év, úgyhogy nyomjuk neki a kis útvonalam felfedezését, illetve hát nem is felfedezését, feltérképezését és ellenőrzését. Tartsatok velünk! Karácsony után a meteorológia január 1-jére is 10 fokot és napsütést ígért. Nekem csak az az apró részletinformáció maradt ki, hogy ezt nem a mi környékünkre értették. A hideg, a köd és a kegyetlen útviszonyok ellenére is jó volt az évet motorozással kezdeni. Kilenckor keltünk, és 10-kor már úton is voltunk. Az elmúlt napokban rengeteg eső esett, aminek a hatása már az első szakaszon feltűnt. Motoroztam én már sárban, de ez most mégis újdonságként hatott, sokkal jobban csúszott, mint eddig bármikor. Minden pillanatban benne volt egy zakó lehetősége. Próbáltuk elkerülni a nyomvájukat, de az avar alatt is sár volt, így az is csúszott. Néha pedig elkerülhetetlen volt a dagonya. A rossz körülmények ellenére sem voltunk egyedül a terepen. Aztán Kósd után jött az első probléma. Keresem a kitámasztót. A sarkamban sikerült a aljavédőt lerúgnom a kitámasztó helyett. Amúgy ez egy elég jó kis szakasz volt, most megjavítjuk az aljavédőt. Van nálad bármi? Kiugrott a helyéből? Na, ezért kell villanyszerelő kartárssal menni motorozni, mert annál mindig van gyors kötöző. De fel tudjuk kötegelni, az kész. Én meg ugye azt mondtam, hogy legutóbb defekt volt, akkor most úgy se lesz semmi, úgyhogy semmilyen szerszámot nem hoztam, se gyors kötözőt, se semmit, egy pumpát hoztam, úgyhogy tudja, hogy defekt nem lesz. Na, ez történt. Az a helyzet, hogy ez innen leszakadt. Ne, csak kiestek a dugók. Igen, de ennek az az oka, hogy fölkerültek ezek az oldaltáskák, ami miatt máshol van a lábam egy kicsit. Ettől viszont a kitámasztót nem találom meg rendesen. És állandóan a sarkammal keresem, és hát sikerült gondolom lerúgnom az aljavédőt. Másik oka ennek az egyébként, hogyha elmegyek valamit venni az MX Guardsba, és nem veszek meg valamit, amit úgy szeretnék megvenni, de már azt mondtam már, hogy ennyit már nem akarok költeni, ezt már nem veszem meg. A következő egy-két motorozáson belül szükség lesz rájuk. Ugye legutoljára az volt, hogy nem vettem meg a csípőprotektort, ez egy ilyen protektoros alsónadrág zselés ilyen kényeztetővel, vagy hogy mondjam. Hát ez most elég félreérthető volt. Mindegy, szóval ott a szerveket alulról tartja egy ilyen kis zselés párna. Lényeg az hozzá, hogy azt nem vettem meg, hát mondom, ez már túlzás. A következő motorozásnál sikerült úgy a csípőmre esnem, hogy egy ilyen két tenyérnyi lila folt égtelenkedett rajta, úgyhogy a következő alkalommal rögtön meg is vettem. Na most megint ez van, hogy aljavédőt kinéztem az MX Guardsba, gyönyörű szép ilyen Dakar marásos, ezért, mondom, most már nem. Na itt van, tessék, ha az lett volna fönt, azt nem rúgom le, gondolom én. Bár aztán... És azt, hogy simán csak úgy bepattintjuk, az nem jó úgy? Megnyomjuk csavarhúzóval. Ne engem mutassunk, mert mit kéne kilazítani? Hát azt az egész dücskőt ott, azt a szart, és akkor úgy lehetne. Itt oldalt ez a két csavar? Alul az a két csavar, igen. Alul vagy oldalt? Alul. Ja, hogy így? Az aljában van két csavar. Aha. Itt. A segélybe. De lehet, hogy kéne betennünk két kötegelőt, mielőtt bármit is csinálunk.
Mert ugye ez megy ide be. Hát akkor azt úgy be kell tolni. Igen, csak ezt addig nem tudjuk így. Dehogy nem. De be tudjuk, jó van. Na. Tegyünk köteg előtt? Hát nem tudom. Hát fűzünk kettőt. De hova tesszük a köteg előtt? Mondom, hogy ide. Nem tudjuk sehova. Ugye jó, ez így gyáriba visszatesszük. Amúgy profi, mert ilyen kis gumibakok vannak benne. Igen. Igen, szóval ez nem azért jött lemezszar, hanem azért, mert én letapostam. Támasz magadra. Úgy. De jó, hogy az meg kiakadt. A másik kijött? Persze. Nézzük meg. Vissza. Hát, hogy ne. Ráfogjak izével? Hogy egyszerre kéne betenni. Jó, akkor kamerát lekapcs, szevasztok. A kis kényszerpihenő után újult erővel vágtunk neki a vadonnak. A körülmények egyre rosszabbak lettek. A Naszályhegyi szerpentinre kiérve az aszfalton végre lerázhattuk magunkról a sarat. Tudjuk, minden pocsolya vízszintes, de a békés külső ellenére sem tudhatjuk, hogy mit rejteget a felszín alatt. Hát én most megtudtam. Itt vagyunk egy elágazásnál, ahol nekünk jobbra kéne mennünk, és hát amint látható, jobbra jó megtermett sorompó van. Egyszerű lenne azt mondani nyilván, hogy ó, hát elférünk alatta, mellette, fölötte, fölnyitjuk, lecsukjuk, de hát azért rakták ide, hogy ne menjünk arra, úgyhogy igen, erre fogunk menni. Nem jelöli semmi. Tehát az még, hogy itt a soromban egy dolog, de még ugye kéne lenni táblának is, hogy ne menj be. Igen, mondjuk azt nem ártana odaírni, hogy miért ne menj be. Valószínűleg egyébként ez a lezárás illegális. Akkor kajaszünet, újra tervezés, aztán indulunk tovább. Túratippek kezdő túrázóknak rovatunk következik. Első számú jó tanács, a hidegüdítőt nem a kipufogó oldali zsákba rakjuk. Egy kis elemózsia, energiában gazdag kolbász, kenyér és kovászos uborka. Jó étvágyat kívánok! Ősagárd előtt az út már annyira sáros volt, hogy a Michelin Tracker termetes bütykei sem látszottak ki a feltapadt anyagból. Sokszor csak az útmenti mezőn volt esélyünk. Ahol viszont a mezőt művelési terület váltotta föl, ott vissza kellett mennünk az útra, ilyenkor a sárkarikává vált kerekünk kereste a tapadást a sártengerré vált úton. Csoda, hogy két keréken maradtunk. Folyamatos küzdelem volt ez, melyben néha alul maradtam.
Oké, ez már extrém. Az előző esés után úgy döntöttünk, hogy a legközelebbi aszfaltozott úton húzunk is haza. Csak sajnos arra semmi garancia nem volt, hogy el is jutunk odáig. Ha a talaj épp engedte, hogy haladjunk, akkor a köd lassított minket. Volt, hogy a mező helyett az út nézett ki jónak, de nem volt az. Aztán valahogy csak beértünk Ősagárdra. Járjuk a kék túra útvonalát, úgyhogy természetesen jár a bélyegző. Hát csak, hogy itt jártunk. Nem búcsúzom el, mert ha most elbúcsúzom, akkor tudja, hogy még történik egy defekt vagy valami, úgyhogy majd otthon. Sziasztok, szerencsésen hazaérkeztem. Amint itt látjátok, a motor az nyakig sáros. Hát bizonyos szempontból életem legkeményebb motorozása volt ez. Összesen mentünk 85 kilométert abból, szerintem igazán terepen 35-40, tehát körülbelül a fele volt. De hát ez a sár. Na először mutatom, hogy néz ki most már a motor. Azért látszik, hogy a kerék az úgy összeszedte a sarat, hogy itt a villaszáron tornyosultak így a sárkupacok. Aztán ezt ugye fölszórta ide, meg a hátsó kerék így néz ki. A mosóra körülbelül annyit kéne rákölcsek, amennyit elbenzineztünk ma, úgyhogy azért az elég durva. Na nézzük a károkat, mert azért vannak. A jó kis töltőm az itt letört. Elektromosan egyébként még működik, viszont beletört a töltőkábel is, azt már kiszedtem. Sajnos erre majd valamit ki kell találni, ezt jobban föl kell rögzíteni. Ezen kívül meg szegény Givi táskák, ugye itt látható a csatja, az teljesen eltört. Legyen valami tanulság így a végére, mert szerelés nem lesz, ugyanis nem romlott el így semmi nagyon. Hát az a tanulság, hogy azért én életemben nem mentem még ennyi csúszós talajon. Már ahogy elindultunk, rögtön azt vettem észre, hogy úristen, az első kerék oda megy, ahova akar. Próbáltam én az összes tanult formulát, amit csak Jelinél meg Urbán Attinál tanultam, mindegyiket bevetni. Valószínűleg segítettek, tehát valószínűleg ennyire se tudtam volna közlekedni. De azon a ponton, amikor a kerék már annyi sarat összeszedett, hogy nagyjából kétszer akkora méretű volt, mint eredetileg, hát ott akkor a sár a sáron csúszott, és ez a ilyen finom iszap, vagy ilyen agyag iszonyatosan csúszott. Ha falevél volt rajta, hanem azonnal így ment mindenfele. Voltak olyan majdnem esések, ami én már azt hittem, hogy esni fogok, aztán valahogy póklábazva meg mindenhogyan így megúsztam, meg hát ugye voltak esések is, amik meg nem majdnemek voltak. Na, szóval a tanulság az, hogy ez a sárral vigyázzatok, de amúgy jó volt ezt is kipróbálni. Újabb 35 km elkészült így az útvonalból, azt majd most belerakom a térképfájba, aztán akkor megyünk tovább. Na, nektek akkor kellemes évet, mert most január 1-e van, úgyhogy boldog új évet mindenkinek. Legyen sikerekben gazdag, meg élményekben gazdag 2023-as évetek. Iratkozzatok föl, ha még nem tettétek meg, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és hát ennyi. Sziasztok! Hogy le ne maradj az új epizódról, kérlek iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el megnyomni a harangikont sem. Ha teheted, támogasd a munkám csatornatagsággal, vagy itt a lentebb található szuper köszönettel és egy lájkkal. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani az R17.hu motorgumi webáruháznak, a Michelin Tracker test gumikért, az MX Guards Tura és Hard Enduro áruháznak a hatalmas kedvezményekért az Acerbis Tura és Enduro ruháimra, protektorokra, szerszámokra, motorkiegészítőkre, a Garne csizmámra és a rengeteg egyéb motoros felszerelésre.
A full gáz Ducati, BMW Motorrad, KTM, Royal Enfield, Suzuki és SVM márka kereskedésnek a kedvezményért a motoromra és a gyári kiegészítőkre. A SOX motoros áruháznak a kedvezményért a Givi Canyon nyeregtáskákra, a Box utca szerviznek a motorom felkészítéséért, a Patreon támogatóknak, a YouTube csatorna tagoknak és a szuper köszönetet küldőknek pedig az anyagi támogatásért. Nagyra értékelem az önzetlen segítségeteket. Találkozunk egy következő epizódban, addig is motorozzatok sokat, sziasztok! You know.